pályaorientációs napot tartottak a Mihő Kft-nél. Egy pályázat részeként látogathattak el a Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola diákjai a hőszolgáltatóhoz, hogy szakmai ismereteiket gyarapítsák. A program az intézmény és a cég több éves együttműködésének újabb lépéseként valósult meg. Ezt szeretném mutatni még a belvárosi rendszerünket, illetve az avasi rendszerünket, hogy mi is az a távfűtés. Valamennyi távfűtéssel kapcsolatos kérdésükre választ kaptak a Kós Károly Építőipari Kreatív Technikum és Szakképzőiskola diákjai a Mihő Kft. Pályaorientációs napján. A tanulók egy pályázatnak köszönhetően pillanthattak be a Gagarin utcai telephely működésébe. Mi egy 2 éves képzésben veszünk részt, épületgépész technikusnak tanulunk. Az első fél év az a Covid miatt online oktatásban telt. Most kezdünk visszarázódni az iskolai napokba. Most már így sokkal könnyebb, mert a szakmai gyakorlatok is a helyszínen történnek, és így gyakorlatot is szerzünk. A program során korábban az iskola oktatói cégeknél vehettek részt nyári gyakorlaton. Ezúttal pedig a diákok bővíthették szakmai ismereteiket a Miskolci távhőszolgáltatónál. Most a Covid enyhülésével lehetőség nyílik a második rész megvalósítására, ahol a gazdálkodó szervezetek oktatói jönnek el az iskolákban általában. A Mihő Kft-vel való évek óta tartó jó kapcsolat jegyében itt az oktató nem az iskolába jött, hanem lehetőségünk van megnézni a diszpécser központot, a hőszolgáltatás jelenét és várható jövőjét. Ez nagy jelentősége a tanulóink oktatásának a területén. A Mihő régóta szoros kapcsolatot ápol az iskolával. Ezt mutatja, hogy a cégnél több olyan nyugdíj előtt álló fűtésszerelő is dolgozik, akik ebben az iskolában sajátították el a szakma alapjait. A diákok így gyakorlatban is megtapasztalhatják azt, amit eddig az iskolapadban elméletben tanultak. A Mihő Kft. Pedig abból a szempontból örül ennek a felkérésnek, hiszen ezáltal a diákokkal népszerűsíthetjük a távhőszakmát, a cégünket. Nagy örömmel fogadjuk mindig az ebből az iskolából érkező diákokat, hiszen számunkra is fontos az utánpótlás képzés. Az Európai Unió által finanszírozott program legfőbb célja, hogy 10% alá csökkenjen a szakképzést végzettség nélkül elhagyó tanulók száma, ezzel elősegítve a fiatalok elhelyezkedését a munkaerőpiacon.